Sziasztok! Ugyancsak itt a Corrado Car-ba járunk, és meg kell nektek mutassam az egyik legjobb fókuszt, egy teljesen fullos fókuszt, amit én még mindig Gia-nak mondok. Lehet, hogy Gia-nak kell, de én akkor is Gia-nak fogom mondani. Na most ez, ha láttatok szép fókuszt, mint mutattam múltkor nektek azt a szép Mondeót, vagy a legszebb Mondeó, ez gyakorlatilag elmondható erről a fókuszról, hogy a legszebb fókusz. Full Gia, xenonos, napfénytetős, alufelnis, iszonyat jól néz ki ez a lencsejével, lámpamosóval, és még nem mondtam a legszuperebbet, azt, hogy nem egy hatos van benne, hanem a 2 literes motor. Tehát 2007-es évjárat, 2 literes motor, 140 ezer kilométer, és bőven 2 millió alatt 1 millió 9 lehet hozzájutni egy ilyen full fókuszhoz. Ja, és még kombi is. Hát az meg még a ráadás is. Nézzük a kulcsát, nyissuk ki, nézzünk meg a csomagtartóval. Nézzük meg a csomagtartóval, hisz ugye, ha kezdjünk a csomagtartóval, hisz kombinál, az a lényeg. Van egy hatalmas kombis csomagtartónk, szőnyeggel, mindennel, frankóval, szép tiszta a kárpit, tehát látszódik, hogy nem malteres vödröket hurcoláztak az autóval, van benne 12 voltos csatlakozó, és nézzétek a belsejét, milyen fullos. Meg itt is kapaszkodó fülek, ilyen szép fémek vannak benne. Tehát ez azért fókuszban a legmagasabb felszereltségi szint. Nem nagyon találtok ilyen fókuszt. Nagyon jó a tapintás, ez jaj, mint a régi Fordoknak, de szerettem ezt a kárpitot. Ez ilyen plüssös minden, nagyon-nagyon állat. Könyöktámasz, pohártartóval, mindennel, frankon, minden benne van. Nézzük meg elől is. Mi minden van egy ilyen fullos fókuszba. Hát egy az, hogy 140 ezer kilométer van. Középkonzol, mint a régi Fordokban ilyen fabetét, de ez a szebbik. Automata klíma, ülésfűtéstől kezdve, ESP, itt is ülésfűtés, könyöktámasz van benne, és ebbe is ez a nagyon nagyon szép kárpit van, nagyon szerettem régen ezeket a kárpitokat a Fordokban. Nem nagyon van sajnos fókusz, amiben ilyen kárpit van, de ebben nagyon állatul néz ki, és ebben nagyon jó. Elsötétülnek a tükrök, természetesen, mint mondtam, ugye napfénytetős, tehát ennél felszereltebb fókusz nem nagyon volt. Távirányítós rádió, természetesen tempómat, és akkor nézzük meg, hogy indul ez a 2 literes motor. Teszteltem ilyen 2 literes motorral fókuszt, és nagyon-nagyon-nagyon tetszett, nagyon jól megy, főleg autópályákon nagyon-nagyon érezni, hogy iszonyat jól megy. Természetesen adjunk neki egy kis klímát, mert nekem nagyon így automatára, tehát használjuk ki az automatát, ha már van. Szóval nagyon szép a belseje, ez még ilyen puha, tehát tényleg, tehát rendesen puha. Nagyon, tehát ezen nagyon érződik, ezen a Gia Focuson, hogy tényleg nagyon-nagyon rendben van az anyaghasználat, a minőség, és a padló is látszik, nincs szétülve, illetve nincs széttaposva az ülésekről, meg nem is beszélve, hogy milyen szép állapotban van.
A műszerfal nincs, egy karcolás nincsen, kormány nincs elkopva, váltógomb nincs elkopva, tök szépen ilyen fókuszosan, nagyon jó ugye a fókuszoknak a váltója, ezt ugye érdemes tudni, ha múltkor nem is mondtam, minden, és nézzük meg csak az ülést is milyen jó állapotban van. Nincs szétülve, nem is látszik benne ez a 140 ezer kilométer, teljesen originál, gyári az egész, és nagyon szép belseje van. Tehát ez a full-full fókusz, ennél felszereltebb maximum bőrös lenne, ha lenne. Most épp itt bőrös nincsen, de mutattam neked bőröset is, de ez a kárpit, ez a plüssös, régi fordos kárpit, ez nagyon állat. Egyben van, rendben van, jók rajta a gumik, és az egész autó ilyen patika állapotban van, úgy ahogy van, de akkor mutassam meg itt is, hogy milyen szép állapotban van az ajtópalja is. Tehát nem kell félni, mert Németországból származik, és ez az egyik legjobb ilyen szempontból. Nagyon szép kiállása van, és nagyon jól néz ki ez a szürke szín, nagyon jól néz neki ki. És meg hát ez természetesen, hogy fullos, 2 literes, nem nagyon van, nagyon kevés van, és ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó választás, aki akar hosszú távon közlekedni vele autópályán, vagy csak egyszerűen szereti, ha van egy kis plusz erő, egy kis plusz dinamizmus, egy kis sportosságot akar belevinni, akkor ebbe az autóba megtalálja azt a sportosságot, mert ez a 2 literes motorral nem úgy mozog, mint az 1.6-ossal. Az 1.6-os is egy nagyon jó motor, de ezzel sokkal sportosabb, sokkal dinamikusabb, és tök szépen jár a motor, halljátok? Igazából a klímának hallani a hangját, nagyon szépen szól a motorja is, jók ezek a 2 literes motorok ilyen kilométerrel, meg aztán főleg, meg hát ugye jó, hogy kombi, tehát ez azért nagyon állat, hogy kombi, tehát ebbe belefér az egész család, vagy bármi, és tudjátok sportosan vinni, és Ford Focus minőség, megbízhatóság, és mégis valamennyire luxus körülmények között, idézőjelbe, természetesen nem arról beszélünk, hogy egy Mercedesbe vagy Lexusba ülnénk, de azért Fordba ez nagyon nagy luxus, és nagyon egybe van ez az autó, tehát ennyi pénzé 2 millió forint alatt ez nagyon-nagyon-nagyon jó vételnek számít szerintem, úgyhogy ha tetszik, ki akarjátok próbálni, meg akarjátok nézni, gyertek ide a György utcába, 16. kerületbe, a Corrado Carba, és ki tudjátok próbálni, meg tudjátok nézni, meg tudtok győződni, hogy milyen szép egy ilyen fullosan felszerelt fókusz, és hát nyilván mondom, azért érzetre, vezetésre teljesen más, nézzétek meg a tesztemet, majd belinkelem ide, hogy milyen jó egy ilyen 2 literessel egy ilyen fókusz, úgyhogy csukjuk le a kis csomagteret, és akkor ennyi is volt, gyertek ide, nézzétek, és vegyétek meg, ilyen nem sok van, nem is sok lesz, elfogynak ezek a fókuszok, már a múltkor is mondtam, úgyhogy ha tényleg még ilyen árért fókuszt akartok venni, ami még egy nagyon jó, nagyon megbízható, míg ezekben nincsenek különlegességek, nem dízel, nincs turbó, nincs 2-ös tömegű, ezekben még nem nagyon van semmi olyasmi, ami elromol, ható benne, ezeket csak tényleg használni kell, meg kell a megfelelő karbantartást adni nekik, és örökké el lehet járni egy ilyen fókusszal, sok évig szolgálhat. No, hát ennyi volt. Még egyszer mondom, gyertek ide, ha nem a fókuszt, akkor 1000 más autó van, lehet itt válogatni. Úgyhogy sziasztok a következő autóig!